Mostani beszélgetésünk címe Popszínpadról az Operett Színházba, és aki erről a csodálatos utazásról mesél nekünk, az Muri Enikő, aki végig élte, hiszen ez a te történeted. Hogy is kezdődött ez? Én tudod, mire emlékszem veled kapcsolatban, amikor az első ilyen tehetségkutatóban feltűntél, és ott valahol kirostáltak, nem tudom, és sírtál, és azt mondtad, hogy abba hagyom az éneklést, elegem volt ebből. Tényleg, és ez annyira megmaradt bennem, és milyen jó, hogy nem hagytad abba, igaz? Igen, nyilván édesapámnak az unszolására jelentkeztem, illetve hát nagyon-nagyon sok barátom, olyan barátom volt, akik őszintén és jó szendékkal azt mondták, hogy ezt még egyszer meg kell próbálni. Úgyhogy ezúton is, ha néztek, nem tudom, köszönöm szépen. Nyilván az egy nagyon nagy törés volt, de hát akkor voltam 20 éves, tehát ez 6 évvel ezelőtt történt, amikor én elsírtam magam országvilág előtt, de hát nyilván megnyalogattam a sebeimet, és akkor újra belevágtam. És milyen jó, mert ma már olyan karrierrel büszkélkedhetsz, amire nagyon sokan mások csak vágynak. Pontosan, mi is, milyen dolgokban is vagy benne, mert szinte felsorolni is hosszú lenne. Hát megadta Jóisten nekem azt a lehetőséget, hogy Magyarország két vezető zenei színházában játszhatom, az egyik a Madách Színház, a másik pedig a Budapesti Operett Színház. Eddig 7 darabban játszottam főszerepet, és hát nagyon remélem, hogy ez megy is tovább, ez a szekér. A Madách Színházban 2 szerepben, Vágó Mártaként és Sophie Sheridanként a Mamma Mia-ban láthatnak, és hát az Operett Színházban egy picivel több van, Elfújta a szél, Szép nyári nap, Fém, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és ezúton is köszönöm Somogyi Szilárdnak, aki megadta a lehetőséget, hogy Kárment játszhatom el. Szárnyára vesz majd a hírnév, az? Így, igen. Előadtuk a Sargatával a nagy duettbe. Olyan jó volt, a kisestünk. Nem vagyok el a hírnevet. Nem emlékszem. Hát a hírnévára ezt szokták erre mondani. Nem. A negyedik adásban. El is véreztünk. Én komoly, is a negyedikben komoly. Estem ki. Te is a negyedikben? Igen. Kis négyesek vagyunk. Én még nem voltam a nagy duettben, de... Na majd leszel. Majd leszel még. Los Angelesben voltál nem régen. Voltam, igen. Egy nagyon kedves barátomat, Szabó Dávidot látogattam meg, mert... Mint tudjuk, és nem is akarok beszélni erről, valami véget ért az én életemben, és hiszem azt, hogy valami új, valami jó, valami nagyon, nem tudom, akármilyen, el fog majd kezdődni, és az a lényeg, hogy a Dávid nekem egy olyan barát, akivel nem találkoztam minden nap, még minden héten sem. Havonta egyszer, kétszer vagy, amikor színházba játszottunk, akkor találkoztunk, megittunk gyorsan egy kávét kezdés előtt, és hát arra gondoltam, igen, arra gondoltam, hogy... Love is India. Hogy mi lenne, hogyha kiutaznék hozzá. Egyébként ő lett volna a tanúm, és hát így akartam neki elmondani, nem telefonon keresztül, hogy mi történt. Nagyon jól éreztük magunkat, Ungottberget bejártunk, és hát nagyon jó volt látni őt újra. Hát arról nem lesz, és ez már késő, viszont a dal címe, de most már késő, amit elő fogsz adni nekünk, hát ugye? Hát késő már. Késő. Igen, ez lesz a dal. Hát akkor nagyon szépen köszönjük.